Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 betiltott tévésorozat epizódot hoztunk el nektek. Is this you and Topanga? Yes. Alone in a hotel room? Yes. On prom night? Yes. So? What you do? Ebben a videóban olyan tévésorozat epizódokat fogunk bemutatni, amiket különböző okok miatt betiltottak. Olyan részekről is szó lesz, amiket már a premier után azonnal betiltottak, de olyanokról is, aminek sugárzását csak később vették le a képernyőről. People don't have to imagine bad things all the time, you know. We can imagine good things too. 10. A találkozás. Alkonyzóna. Miss Bowles down the street sent me over. She said you wanted someone to take care of your lawn? Csak azon csodálkozunk, hogy több részt nem tiltottak be a sorozatból. Ez a rész akár azért is be lehetett volna tiltva, mert túlságosan erőszakos és félelmetes, de végül a tagadhatatlanul megjelenő rasszizmus miatt került le a képernyőről. A találkozás eredetileg 1964. május 1-én került adásba, és a sorozat 151. része volt. Az epizód azonban erős bírálatot kapott az ázsiai-amerikai szereplő Arthur Takamori miatt. A nézők erősen kritizálták a karaktert, és nem értettek egyet a háttér történetével és a rasszista felhangokkal. Az epizód pedig majdnem 50 évig be volt tiltva a televízióban, mire a Sci-Fi csatornán újra leadhatták 2016-ban. It's never enjoyed a rerun, and shucks darn, I missed out on my residuals on that one. 9. Öff. Hannibal. Children transport us to our childhood. A Hannibal már önmagában is sokkal agresszívabb, mint sok másik tévésorozat. A legtöbb epizódban van legalább egy olyan jelenet, ami borzalmas erőszakot mutat be, de az első évad negyedik epizódja az Öff egy kicsit túlzásba esett. A rész egy olyan nőről szól, aki fiatal fiúkat vesz rá arra, hogy megöljék a saját családjukat. I brought my own family to this home invasion. Az epizódról maga a sorozat készítője Brian Fuller is azt gondolta, hogy túlságosan félelmetes, és ő maga kérte meg az NBC-t, hogy vegyék inkább le a műsorukról a részt. A csatorna ezt tiszteletben is tartotta, és az epizódot felosztották kisebb webizódokra, amiket az interneten később leadtak. A DVD-ken és a streaming oldalakon azonban a mai napig meg lehet tekinteni ezt az epizódot. When misery reigns, it pours. 8. Bored, She Hung Herself, Hawaii Five-O. Now listen to me when I'm talking. I am not one of your patients. A Hawaii Five-O második évadának 16. része azóta már feledésbe is merült, de eredetileg 1970. januárjában adták le a részt, ami egy nőről szól, aki egy olyan jóga gyakorlatot akar megcsinálni, amihez szükség van levegő hiányára is. A gyakorlat azonban elég rosszul sül el. Amikor a nő felakasztja magát, a rendőrség is megérkezik, és nyomozásba kezdenek. Később a sorozat egy nézője maga is megpróbálkozott a gyakorlattal, de sajnos ő is a nő sorsára jutott. Ráadásul ez az epizód az eset után a sorozat kiadott videókazetein sem jelent meg többet. Did you see her? Yeah. Are you sure that it's Wanda? Positive. 7. Porygon, az elektromos harcos. Pokémon. Nem sokszor hallunk arról, hogy egy gyerekeknek szóló mese valamelyik epizódját betiltják, de ilyen is van. A Pokémonnak azonban nem ez az egyetlen epizódja, amit be kellett tiltani. A Porygon az Elektromos Harcos című epizódban Ash és barátai bekerülnek egy virtuális világba. Az egyik jelenetben Pikachu villámcsapása miatt az egész képernyő kéken és pirosan kezd el villogni. Ez számos nézőből váltott ki émeigést, görcsöket és epilepsziás rohamokat. Az epizód annyira veszélyesnek bizonyult, hogy a megtekintése után több mint 700 gyereket kellett kórházba szállítani. Hogy megelőzzék a Pokémon sok további eseteit, a Nintendo inkább betiltotta az epizódot, és Japánon kívül soha nem is adták le. 6. Promises, Promises. A kis gézengúz. Topanga, this is our prom night. It's his prom night too. Yes, but I want everything to go exactly perfectly right. Ez a kis gézengúz epizód leginkább egy amerikai Peter részre hasonlított. Az epizód Kori és Topanga körül forog, akik megfogadták, hogy elvesztik a szüzességüket a szalagavató estéjén. Amikor a Disney Channel megszerezte a sorozat jogait, több epizódból is kivágtak olyan jeleneteket, amik szerintük károsak lettek volna a fiatalabb közönségnek, és gondolhatjátok, hogy a sorozat rajongói ennek egy kicsit sem örültek. Ez az epizód azonban végül lemehetett a csatornán, de annyi aggódó szülő kereste fel utána a Disney Channelt a szexuális történetszállal kapcsolatban, hogy a csatorna inkább soha többé nem adta le a részt. So, what do you wanna do? 5. Homer Simpson kontra New York. A Simpson család.
$9? This one's on me. Great! We're all going to New York! Ez egy igazán jó Simpson család epizód, amiben az egész család New Yorkba utazik, hogy visszaszerezzék a járművet, amit Barney Gumble elvett tőlük. A járművet pedig végül a World Trade Centernél találják meg. Your vehicle is illegally parked at One World Trade Plaza. Az epizódban semmi szörnyű dolog nincsen, de a World Trade Center szeptember 11-i tragédiája után inkább eltávolították az epizódot a képernyőről az épület sorozatbeli megjelenése miatt. A rész 5 évig volt betiltva, de 2006-ban újra elkezdték sugározni, erősen megszerkesztett formában. Negyedik, elfogult kifejezés mondja a kedvességnek. Family Guy. Well, Lois, that's why we're here. We were wondering if you would be our surrogate. Oh my God! A Family Guy-tól egyáltalán nem áll távol a polgárpukkasztás. Az első epizódja, amit betiltottak, a Hegedűs a háztetőn volt 2000-ben, és ezt követte az elfogult kifejezés mondja a kedvességnek című rész jó pár évvel később. Az epizódban Lois elvállalja a béranyaságot egy régi barátjának, de ez a barát meghal egy autóbalesetben, és Loisnak el kell döntenie, hogy abortus csináltat, vagy ennek ellenére is megtartja a kisbabát. Az epizódot leadták a BBC 3-as csatornáján Angliában, de az amerikai Foxon már nem mehetett le az érzékeny téma választása miatt. Well, I have to say I feel a little better about it. I think this may be the right thing to do. Harmadik, a Puerto Rico-i nap. Seinfeld. No, it's the Puerto Rican Day Parade! A sorozat egyik későbbi epizódjában, aminek a Puerto Rico-i nap a címe, a karakterek bent ragadnak egy manhattani Puerto Rico-t ünneplő fesztiválon. Az epizódot nagyon sokan kritizálták a Puerto Rico-iak negatív megjelenítése miatt. Illetve volt egy olyan jelenet is, amiben Kramer véletlenül felgyújt egy Puerto Rico-i zászlót. Emiatt a készítők rengeteg dühös levelet kaptak, és még egy tüntetés is volt. Válaszul az NBC bocsánatot kért, és nem adták le többet az epizódot. Amikor a csatornán újra leadták a 9. évadot, ez az epizód hiányzott a felsorolásból, de a korai 2000-es években már valahogy újra lehetett látni a részt a képernyőn. My car! Második, a falka. X-akták. Each of the Peacock brothers was the father of that child. Az X-akták általában a paranormális események körül forgott, de ebben az epizódban Mulder és Scully egy belterjes család után nyomoz honvárosában, Pennsylvániában. Az epizód írói Glenn Morgan és James Wong minél sokkolóbbra akarták írni a részt, és ez természetesen sikerült is nekik. Az epizódot legtöbben dicsérték, de néhányaknak nagyon komoly problémája volt az erőszakkal és a belterjesség témájával. A felnőtt téma és a kritikák miatt a Fox a premier után már nem volt hajlandó többet leadni az epizódot. Kivéve egy Halloween-i speciális vetítést 3 évvel később. This is our home, and this is the way it's gonna stay. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vígazdíjas. What'll it be, boys? Juice? Milk? Soda? Or a cold one? You know, that guy looks a little like Stephen Morrison. Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gals, won't you come out tonight and dance by the light of the moon? Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, 200 és 201. South Park. A threat against the creators of South Park, a warning by a radical Islamic group right here in America, right here in New York, that they will end up dead because of a cartoon. A South Park a televíziózás történelmének egyik legbotrányosabb sorozata, és ez a legjobban a 200-as és a 201-es számú epizódokban látszik. Ezekben az epizódokban azt láthatjuk, hogy több híresség is pert indít South Park városa ellen. A celebek azonban megígérik, hogy ejtik a vádakat, ha a város elintézi, hogy Muhammed a proféta találkozzon velük. A Muhammed történetszám miatt a Revolution Muslim figyelmeztetést küldött a South Park alkotóinak, és halálosan megfenyegették Trey Parkert és Matt Stone-t. A 200 premierje után a Comedy Central már cenzúrázva játszotta le a 201-et, és ezek után soha többet nem adták le az epizódokat.
A részek még a streaming platformokon sem elérhetőek, de a 14. évad DVD-n azért még meg lehet őket tekinteni. I'm sorry, Muhammad, but will you please step out of the bear costume? Van még olyan sorozat epizód, amit szerintetek be kellene tiltani? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!